Szinte majdnem mindenkitől elvett már valamit ez a rendszer. Igazam van? Nem fogadjuk el, hogy a rossz gazdaságpolitika árát a szegényekkel fizettessék meg. Míg a nép egyharmada konkrétan érezik, addig mások milliárdos tételeket felejtenek ki a vagyonnyilatkozatukból. Jövő tavasszal megvonják a segélyeket az arra rászoruló emberek akár 60-65%-ától, azzal a jelszóval, hogy ez munkára ösztönöz. Munka viszont nincs! Több kell, mint kormányváltás, itt új rendszerváltásra van szükség! Miért elsősorban a gyermekek bűnhődnek a szegénységért? Tanúsítsuk meg együtt a tanulást és a tudást megbecsülő, mindenkinek esélyt adó új magyar köztársaságot! Határozom közösségbe! Ahol a társadalmi közösségben megvan az a belső igény. Hogy olyan rendszert alakítson ki maga körül, melyben az erősebb feladatának tekinti a gyengébb védelmét. Veletek vagyunk! Veletek vagyunk! Veletek vagyunk! Veletek vagyunk! Veletek vagyunk! A lakásfenntartási támogatás és az adósságkezelési szolgáltatás megszüntetésével szegény emberek tömegei veszíthetik el a lakhatásukat. Nincs hova hátránunk! Nincs hova hátránunk! Komoly hibába esik a kormány, amikor azt hiszi, hogy a magyar választópolgárok még sokáig fogják tűrni azt, hogy rájuk minden egyes apró pici pitjánel hiba miatt zéró tolerancia vonatkozik, de a sok ezer milliárdos közpénz és áfacsalók még hónapok elteltével is dőzsölve élvezik Orbán Viktor bizalmát. Aki korrupt, mondjon le! Zászlós emberek. Fidesz mafia! Fidesz mafia! Fidesz mafia! Szegény gyenge lányokra, hogy csináljátok a feszkót! Mi a faszom, mehetek, mondanak, hagyja! Mertek, vegyük vissza az épületünket! Bűnözőket! Nagyon fegyelmes, álvál emberek, nézze meg, hol van ez azokhoz a képekhez képest, amit mondjuk látunk a Chicagóban, vagy Los Angelesben, vagy Párizsban, vagy Berlinben. Orbán takarodj! Orbán takarodj! Kapja a kurva anyját! Yeah!
vettem észre, hogy dől a fejemből a vér. Megmutatod? És kicsapott hát rá? Itt volt végig csupa vér, csak nem tudom, hogy mit. A mögöttem a rendőr azzal a henger alakulva. Nem úgy hozzá, mert megindul meg. Nem viper az a spray, mert utána kúszta. Igazából nem nagyon láttam semmit. Hátulról, felülről, tehát csak is a rendőri sorból kaphattam egy hatalmas ütést a fejembe. És így ennyi. Elkezdtem vérezni, éreztem, hogy folyik a fejemből a vér. Aztán eljöttem onnan, mert ugye megnézem, másik csajszit is ugyanúgy fejbe vertek, mint engem, csak neki itt előszakadt be a feje. Rendőrök elhoztak ide, itt ellátták a sebem, azt mondták, hogy elég, hogyha holnap reggelben megyek, de hogyha akarok, akkor ma is mehetek kórházba, tetanusz érnek, hogy lehet, hogy össze kell varni. De egyébként teljesen jól vagyok szerintem.